Konkrétan beleharapott a kormányba, és a foga is benne maradt egy ütközést követően annak a sofőrnek, aki nem csatolta be magát az autóban. A vezető emellett a szélvédőt is kifejelte. Ez az eset még a szerencsésebbek közé tartozik, hiszen nem végződött tragédiával. A biztonsági öv használata hazánkban egyébként kötelező néhány esetet kivéve, ilyen az erre vonatkozó orvosi javaslat vagy a tolatás is. Emellett a taxisok, illetve az autóbusz vezetői bizonyos esetekben meg vannak kímélve attól, hogy a biztonsági jövüket használják. Ez természetesen egyébként tőlük függ, hogyha ők azt gondolják, hogy a biztonsági jövüket ezekben a kivételes esetekben használni kívánják, akkor ezt megtehetik. Tolna megyében az idén, illetve az elmúlt években történt halálos balesetek egyharmada elkerülhető lett volna, ha az autóban ülő becsatolja a biztonsági övét. Nem kérdés az, hogy ezt be kell kapcsolni. Nem lehetőség, hanem mindenki számára kötelezettség. Ez egy olyan társadalmi felelősségvállalás, amely mindenki számára nagyon fontos és megfontolandó. A rendőrség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy aki autóba ül, mindenképp csatolja be magát annak érdekében, hogy épségben hazaérjen.